napot kívánok mindenkinek! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Magyar Rákellenes Liga EGRI vezetése nevében minden tagunkat, minden vendégünket, aki megtiszteli mai előadásunk keretében a programunkat. Külön tisztelettel köszöntöm Fodorné Vince Anna pszichológust, aki mai előadásunk megtartója lesz. És még annyit szeretnék mondani, mert az évelején vagyunk, mindenkinek boldog új évet kívánok erőben, egészségben. De pár szó bevezetése után át is adom az előadónak a szót, akinek előadása végső soron a gondolataink meghatározásából adódó feladatok és lehetőségek témaköré összpontosította előadását. Köszönöm is átadom. Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hallható vagyok így? Hát, igen. Jó, ennyit eljött tőlem most. Köszönöm, hogy itt lehetek, és külön köszönettel tartozom azoknak, akik messziről érkeztek közé, mert nem csak egriek vannak jelen, hanem hatvani, novai, miskolci, és még ha valakit kihagytam majd szól. Szájmontonos barátaim is jelen vannak, jó, hogy eljöttetek, köszönöm szépen. Jó látni együtt benneteket. Az előadás címének azt választottam, hogy hogyan legyünk boldogtalanok. Provokatívnak szántam direkt, de álmunkban se gondoltam volna, hogy ennyi embert megmozgat a téma. Rengetegen rám írtatok, rengetegen mondtátok, ó, mi ezt tudjuk, majd mi megyünk és elmondjuk, hogy hogy kell. Lehet, hogy barátodátok mondani. Van egy történet, amivel szeretném kezdeni. A történet így hangzik. Új lakó kerül a mennyországba, és megpillant maga előtt két ajtót. Az egyik ajtó előtt hatalmas tömeg, a másik ajtó előtt senki. Az új lakó megkérdezi Szentpétert. Mi ez az ajtó, ahol ennyi ember áll? Azt mondja Szentpéter, emögött az ajtó mögött előadásokat lehet hallgatni a mennyországról. És mi van a másik ajtóval, ami előtt senki nem áll? Az a bejárat a mennyországba. Mindenre képesek vagyunk a boldogságért, mondja Szendi, csak éppen boldognak meg kell jelenni. Úgyhogy érdekes ellentmondások ezek. A történetet szeretném nektek elmondani, hogy hogy született az előadásom anyaga, azt gondolom az a lényeg, és abban minden benne van. Eredetileg én terveztem egy előadást, valahogy így, ezt meg fogjátok kapni, úgyhogy nem kell megrémülni, és sok és apró betűs is nem látszik. A képen van egy könyv, Dan Greenburg írta, az a címe, hogyan legyünk boldogtalanok. Ezt a szakirodalmat ajánlom a figyelmetekbe. Humoros, olvasmányos, szórakoztató, és benne van minden. Tehát én valahogy így akadtam az eszem, az értelmem így tervezte, hogy szépen még megyünk tételesen, mit kell tenned ahhoz, hogy valóban is biztosan boldogtalanná váljál. Hát, ha a paradoxon kapcsán egy kicsit alkalmazható tudást is szerzel. Igen ám, de rólam tudjátok, hogy én gyakran meditálok, hiszen ezt tanítom nektek is. Gyakran beszélgetek a belső vezetőimmel, komoly konfliktusba keveredtem, ugyanis a belső vezetőim győzködtek, hogy ezt nem így kell megtartani, ezt az előadást. Ennek az előadás, annyit segítettek mi, hogy három kulcsmondatot kaptam tőlük, amire az előadást kell építeni, semmi többet. A változás érted van, a fájdalom szükséges, és a szeretet a kulcs. És itt álltam megölve, hogy na jó, de akkor ebből hogy lesz előadás, ha én ezt nem így terveztem. Heteken át tartott a konfliktusom, gyötrődtem, ezek mindegy, ezek már ilyen szép képek meg idézetek, nézegesítek őket. És rájöttem, hogy ez a lényeg, ez a konfliktus. Ezen alapul ez az egész boldogság, boldogtalanság, paradoxon. Ez az, amit szeretnétek elmondani. Ugyanis van egy olyan agyféltekünk, amelyik ösztönösen tudja zsigerből, hogy hogy kell boldognak lenni. Úgy hívják, hogy az érzelmi agyféltekkel, a jobb oldali agyféltekkel. És van egy olyan oldali agyféltekünk, ami ezt folyamatosan gátolja. Úgy hívják, hogy bal oldali agyféltekkel. Logikus gondolkodás értelem. Mert hogy nála ugye a logikus gondolkodás az értelem, az felállított egy tervet, hogy miről szóljon, hogy kell pontokba szedve szépen meggyőzni. Viszont az érzelmi agyféltek az megmondta, hogy egész másról szól ez a dolog. És én tudom, hogy hogy kell, és a kettő harcban áll egymással, pedig nem kéne, hogy harcban álljuk.
hiszen mind a kettőre szükség van, mind a kettőnek dolga, feladata van. És egy pár nappal ezelőtt egy olyan meditációban vettem részt, ami értem érthetővé, világossá tette a dolgokat, és megértettem, hogy kell ezt az előadást elmondani. Egy kicsit személyes, de a belőle levont következtetések hasznosak lesznek szerintem mindenkinek. A meditáció során, ugye mindig a belső vezetővel találkozom, úgy ott is szoktátok, remélem, és egy új belső vezetőm volt. Az az ember, akit már nagyon régen láttam, és nagyon hiányzik nekem, a nagymamám. És gyakorlatilag egy csomó élethelyzetben jött bele, másokat láthattam, hogy hogyan jelen. Minden egyes helyzet után feltette a kérdést, hogyan tennél ő boldoggá. És ebben a meditációban az eszem nagyon akarta megoldani a kérdéseket. De minden alkalom, amikor megszólalt, vagy mondott volna valamit, a belső vezetők azt mondták, csak figyelj, ez a dolg. A egyik helyzetben láttam egy kismamát. Divatos, anyagilag jól álló szőke anyukát, akinek újszülött babája volt, és otthon hagyta, elment a plázára bevásárolni, szórakozni. És a kisbaba nekivörösödve ordított, egyedül otthon. Kérdés jött mit tanni, hogy boldogát tegyek. Hát, hazajött az anyuka, kiszállt a taxiból, szatyrok, tudja. És letetettem vele a szatyrot, tehát nem az eszem oldotta meg a helyzetet, én csak néztem a mozit, a moziban ez látszott. Letetettem vele a szatyrot, felvetettem vele a kicsit, magához ölelte. És azt láttam az arcán, hogy elgondolkodik, mert a kicsi abba hagyta az ordítást. Megnyugodott. És akkor ez a fiatal nő elkezdte jellezni, hogy jé, én el tudom hallgatni a gyerekemet. Talán nem is olyan rossz ez az anyaság, hogy menekülni kell belőle, lehet, hogy jó lesz ez a kapcsolat. Aztán láttam egy cigányputrit. Láttam egy elhízott asztmás apukát, ahogy ott az ágyba fekszik, de még onnan is dörög és veszekszik a családdal. Láttam gyerekeket és anyát, akik rémülten csendben ott üldögéltek, szürkeség volt, és mondták a belső vezetőim, hogy karácsonyban. Hát ennek semmi jelen nem volt a képen. Mit tenni, hogy boldogáltad őket, volt a kérdés. Érdekes módon ami történt ebben a moziban, hogy fölültettem az apát az ágyból, kimentek az udvarra, a családdal együtt, és összevágták a tűzifát, és legyújtottak. Ennyi. Tehát ahogy a tűz lobogott, valahogy kiszínesedett az egész kép, valahogy meleg lett az egész kép. Aztán volt egy másik kép, egy bérlakásban láttam egy megkeseredett magányos idős asszony. Egyedül élt. Karácsony volt szintén. Kérdés jött, mit tennél, hogy boldoggá tedd? Hát a moziban azt láttam, hogy jön az egyik szomszéd, egy kis fenyőgaljjal, a másik szomszéd egy kis süteménnyel, jön a harmadik szomszéd egy kis jó szóval, öleléssel. Aztán a néni változik. Utána láttam, hogy már ő süti a süteményt, és ő megy meglátogatni a magányos szomszéd. Befogadja a kóbormacskát. Változik. És akkor én itt megszólalt az ész, a nagyokos, a baloldali agyféltekkel, hogy ja, értem, akkor az a lényeg, az a boldogság titka, hogy másokat kell boldoggá tenni, segíteni, karitatívnak lenni. Megint mondták a belső vezetők, hogy még nincs vége. Nézd meg a játszóteret. Hát mit nézzek a játszótéren? A játszótér üres. Hol vannak a gyerekek? Hát a gyerekek nyomkodják a telefonokat, ülnek a számítógép előtt. Nézd meg a szüleiket. Hát a szülőket nézhettem, nem győztem kapkodni a szemem. Olyan rohanó, pörgő, feszült, kapkodó valamiben éltek, és furcsa módon hallottam a gondolataikat. Hát borzasztó volt, egy káosz volt, egy hangzavar volt, mert ilyen gondolatokat hallottam, hogy Úristen, erre sincs pénz, arra sincs pénz, mi lesz a hitellel, még csekket fizessen be, stb. Stb. Hallottam olyan hangokat, hogy nem igaz, nem érek oda, megint elkéstek a szülőiről, hogy érek oda edzésre, stb. Hallottam olyan hangot, hogy gyűlölöm ezt az embert, meg tudnám ölni. Hallottam olyan hangot, amelyik a szeretőjéről áradozott. És az volt a döbbenet, hogy ebben az egész történetben, a kavalkádban, hang kavalkádban, nem volt egyetlen szó se a gyerekekkel, egyikről sem. Tehát annyira telebb vannak, ahogy a saját problémájukkal, hogy nem fér bele. És akkor megjött a kérdés, mit tennél, hogy boldogáltad őket. A mozi úgy folytatódott, hogy megálltam, és elkezdtem, azt kiáltottam, hogy álljatok meg. Megállt ez a pörgés, megnyugodtak, és azt mondtam, hogy észrevetted, hogy van egy kincsed.
a gyereket. Álljatok már, lassuljatok le, és kezdjetek el élni. Ennyi voltam az, és utána azt láttam, hogy az egyik apuka elkezd focizni a fiával, a másik anyuka sütemény süt, és ott a játszótéren kínálja körben. A harmadik anyuka mesét mond a kicsitnek. A negyedik zenél, és a gyerekek leteszik a telefonok, és fölállnak a számítógép mellett. Hát akkor már tudtam, jó, értem, de a versővezetőim mindig azt mondták, még nincs vége mindig. Aztán megjelent egy sír. És tudtam, hogy a nagymamám menni készül, ezt nagyon nem akartam, ez egy síros meditáció volt nagyon. És élővé változott a sír, virágtenger, és a nagymamám így félretolta, és azt mondta, hogy nem kell a dráma, hiszen én itt vagyok. Én mindig itt vagyok neked. És most volt vége a mozinak. És akkor a két belső vezetőm adott még két tanítást, tanácsot, nem tudom mit. Gyakorlatilag erre építettem fel ezt az egész előadást, úgyhogy erről szeretném nektek beszélni. Az első, az a gondolkodásról szólt. Az egyik vezetőm, mesterem és szupervízorom Zsuzsa, azt mondta, mondd meg nekik, hogy vegyék kézbe a gondolkodásukat. Vegyék kézbe a gondolkodásuk által az egész sorsukat. Mondd el nekik az átkeretezést, amit szájmontonosok nagyon jól tudnak, hogy hogy kell. Úgyhogy az első fele erről fog szólni, a második fele majd meglepetés lesz, odaérünk. Tehát akkor gondolat. A gondolataink, hogy miért olyan fontos ez? Biztosan észrevették már, hogy a gondolatok kiváltanak bennünk, saját gondolataink kiváltanak bennünk érzések. Az érzések kiváltanak bennünk testi érzeteket, testi állapotokat. Így módon a gondolataink által a testünkhez, egészségünkre vagyunk hatással. Ezen a képen egy 86 éves tornász bajnok hölgy látható. Azt hittem Photoshop, nem. Ezen írja létezik. Tornászik és versenyekre jár. Ha elhiszed, hogy az öregség nem automatikusan jár együtt a testi, lelki, mindenféle leépülésre. Ha ügyelsz a táplálkozástól, az életmódodot, te is lehetsz 86 évesen tornász. Miért ne? A gondolataink meghatározzák, hogy hogyan érezzük magunkat. De ugyanilyen irány, vagy ugyanilyen összefüggésben rosszul is érezhetjük magunkat nagyon. Biztosan erre is van tapasztalatotok. Nekem egy viccem van rá. Aki ismeri, az ne lője le a poént, elmegy a szika a mókuskához, kölcsön kérni a létrának. És megy mendegél, és útközben gondolkodik, mert szokott. Nem tudom, jól tette elkérni a mókuska létráját. Ára múltkor is olyan, nem szívesen adta kölcsön, megy tovább. Mi van, hogyha majd megem morogni fog? Mi van, ha esetleg pénzt kér a létráért, hogy kölcsön adta? Egyre jobban belelovalja magát, megy tovább. Fene egyen meg kellett ez nekem, most oda megyek, megint kapok valamit, a fejemhez vágja, hogy vegyek magamnak egy létrát, hogy nem tud becsengni, kijön a mókuska, és a muszika bekiabál neki, tudod mit mókuska, gebedj meg a vacak létrát. A gondolatainkkal érzéseket tudunk kiváltani. Aztán ezek az érzések meghatározó erejűek a testi állapotokat a nézőt. A két agyféltekéről annyit, hogy ez a bal oldal, ez a gondolkodó, logikus, az ő dolga általában onnan ismered meg, ha például jön egy gondolat, vagy jön egy meditáció, van egy sugalmazás. Sokszor szoktátok tőlem kérdezni, hogy most hogy döntöm én azt el, hogy melyik agyféltekém, vagy melyik énem súgja, mire hallgassak. Hogyha az kételkedő, aggodalmaskodó, bíráló, ítélkező, akkor az jó eséllyel a logikus gondolkodó agyféltekéből ered. Az ő jelmondata, hiszen ha látom. Míg a jobb oldali agyféltekéd, ami tudjuk, hogy a zene, a művészetek, a humor, az intuíció, a kreativitás, az öröm, a spontaneitás agyféltekéje, ő az, aki tudja, hogy kell gondolnak lenni. Minden olyan sugallat, gondolat, ami épít, buzdít, bátorít, vigasztít, az tőle jön. Az ő jelmondata látom, mert hiszem. Nem ugyanaz a kettő. És hogy mind a kettőre szükség van, és mind a kettő hasznos. Kicsit erről szól ez az előadás. Nem lehet szétválasztani. Nem lehet szétválasztani. Ugye azért jöttünk, hogy meg tudjuk, milyen a boldog. Hogy kell boldognak lenni. Nem tudom szétválasztani a boldogtalanságtól.
nem érdemes. Nincsenek egymás nélkül, összetartoznak. Olyanok, mint a fény és az árnyék. Ugyanannak a dolognak a két oldala. Azt mondom, hogy leesett a hó. Nagy boldogság, ugye lehet? Erre vártunk egész télen, lehet szánkozni, meg hol betudni. Milyen másik oldala? Aha, csúsznak az utat, lehet söpörni, leáll a közlekedés, tudjuk. Két oldala van. De mondok, hogy? Ezt hittem fontos, mondja nyugodtan. Másik dolog, szerelmes vagy, ismerős érzés, lebegsz a föld fele. Milyen jó, hogy ő van, boldog vagy. Másik oldala? Aha, jönnek az aggodalmak, meddig marad ez így? Jön a féltékenykedés, mi van, hogyha? Miért nem olyan, amilyennek én szeretném, mert nem fogad el úgy, ahogy nem tudjátok ismerős. Ugye két oldala van, de van nekem szemléltető eszközöm, most tényleg közé hoztam. Két oldala van mindennek. Ez egy papagájtól, állatkedvű. Egyik oldal kék, másik piros. Két oldala van minden dolognak, nem tudod szétválasztani. Irreális cél, ha azt mondod, hogy én a boldogságot akarom megszerezni és megtartani, nem fog menni. Aztán, miről akartam még nektek beszélni. Gondolkodásmódnál tartottunk, ugye Simon Thomson nagyon jól tudja, gondolkodj pozitívan, ugye így kell jól csinálni. Hogy is kell? Hogy is kell pozitívan gondolkodni? Egy darab kulcsszót kérek, egy kulcsmondatot kérek, ki emlékszik? Én vagyok a legfontosabb. Te vagy a legfontosabb, ez már a haladó szó. Ez majd a végén. Nagyon jó. Mit jelent maga a szó? Akkor így segítek. Pozitívus. Mit jelent? Csak a jó emberek. Aha. Megetett vagy, nem? Ezt szokták mondani. Ezt szokták mondani, hogy gondolj csak a jóra, nem? Az nem lehet, az nehéz. Vannak dolgok, amikor semmi jó nincs. Mit jelent a pozitív busz? Azt jelenti, hogy? Elfogadni. Aha. Van. Azt jelenti, hogy létezik. Ah, ti se tudtad. Azt jelenti, hogy létezik. Tehát pozitívan gondolkodsz, ha arra gondolsz, ami van. Ami most itt van neked. És az nem biztos, hogy jó. Az lehet, hogy nagyon rossz. De akkor is van. Azzal nézel szembe, arra épít a stratégiát. És akkor nézzük meg, hogy mi van nekünk. Mindenkinek van, belső vezetők mondták, hogy én találtam ki, két kincses ládája. Nem tudom, tudtok-e róla. Van egy belső és egy külső kincses ládánk. A külsőről általában tudni szoktunk. Abban minden benne van, ami nekünk van, és ami nekünk érték. De most nem a bankszámlára gondolok. Mi az, ami nekünk van, és nekünk érték? Család. Egészség. Há, még mi van a kincses ládátomban? Gyerekek, unokák. Fél. Jó esetben fél feleség, igen. Hát még mi van bennem? Mi magunk, a legfontosabb te vagy, igen. Mit mondtál? Munkahely. Jó esetben ott van a munkahely. Barátom. Barátom, de jó barátom. Közösség. Igen. Család. Mi van még a kincses ládátokban? Harmonikus otthon például. Harmonikus otthon, nagyon jó. Kert. Növények, állatok, házi kedvence, és az házi állatok, és az összes pillanatnyi apró öröm. A napsütés, a hóesés, a szivárvány, az őszilombok, a madárcsicsák, tudjátok ti, amire rácsodálkozunk, az mindenne van. Tudtok róla? Bocsánat, átváltottam tegező formára, annyi az ismerős elnézés. Tudunk róla, hogy van nekünk ez a kincses ládánk? Szoktunk benne kotorászni? Pakolunk bele újabb és újabb dolgokat. Tudod. Hajrá! Itt a lehetőség. Mi a belső kincses láda? A belső kincses ládát a lelkünk legmélyébe rejtették, amikor minket teremtettek. Nem olyan könnyű hozzáférni, ki kell ásni. A belső kincses ládádban minden ott van, amire neked szükséged van, boldog legyél. Minden ott van, amire neked szükséged van, hogy legyőzd a nehézségeket. Ott van a belső erőd. Ott van az öngyógyító képességet. Ott van, amit én úgy hívok, hogy belső forrásod. Tehát a belső béke, harmónia, öröm, szabadság. Szeretet. Szeretet. Hit. Isten.
Mivel ebben a dimenzióban tudattalan, már nincs idő, ezért itt van a múlt és itt van a jövő. Információkat lehet szerezni bármely, a kontrollosok már tudják, hogy kell. Itt vannak a megérzések, itt vannak a válaszok a kérdésekre. Tehát megéri ezt a kincses ládát előásni. Miért nem ássuk elő gyakran? Sok módszer van, ami segít, hogy előássuk. És akkor egy mestert mutatok nektek. A pozitív gondolkodás mesterét. Nem tudom, ismeritek-e Bujicit vagy Bujic, nem tudom, hogy kell kiejteni. A kezek és lábak nélkül született ember, aki miután legyőzte a kezdeti depressziós időszakát, rájött, hogy nem azon kell keseregni, ami nekünk nincs, hanem annak kell örülni, ami nekünk van. És azóta járja a világot, és motivációs előadásokat tart, fantasztikus előadásokat, nézzétek meg, és készítsétek elő zsebkendőt, csodálatosak. Iskolákban látjátok a gyerekek arcát, ahogy ölelik ezt az embert, meg a könnyeiket, ahogy hallgatják, fantasztikus. Igen, tőle lehet tanulni. Tőle azt lehet megtanulni, azt a bizonyos félig üres vagy félig teli poharat tudjátok. Ugye ott tartottunk, hogy pozitív gondolkodás, arra gondolok, ami van, de hogyan gondolok arra, ami van? Hát gondolhatok úgy rá, hogy kesergek, hogy miért ez van, gondolhatok úgy rá, mint mik, hogy de jó, hogy nekem van. Neki például van ezzel értelme gondolkodása, szavai, szókincse, ki tudja magát úgy fejezni, hogy jó képű, ez sem utolsó szempont, és a szerető család veszik körbe, most született a második gyermeke is, úgyhogy fantasztikus. Lehet tőle tanulni. Aztán, ha pozitívan gondolkodunk, és arra gondolunk, ami van, akkor a mában élünk. Mert egyedül a ma az, ami van nekem most. Nem a múltban járunk, mint szoktuk, hát az már nincs. És nem a jövőben járunk és aggodalmaskodunk, ahogy szoktuk, mert még az nincs. Csak a most, a ma. Ezek a diák, ezek erre vonatkoznak. És mi van akkor, a helyzet nehéz, de nem reménytelen, és nem tudok. Nehéz pozitívan gondolkodni. Nehéz úgy nézni, mint Bujicsics. Akkor van egy módszer, amit Simon Kusosok már tudnak, a többiek meg könnyen el tudják sajátítani, az a neve, hogy átkeretezés. Akkor nézd más nézőpontból azt az eseményt. Átkeretezésnek azt hívjuk, amikor nézőpontot váltunk, van egy képed a falon, és már nagyon unod, akkor fogod, leveszed róla a díszes aranykeretet, és fölteszed egy egyszerű fakerettel azt a képet, és egész más lesz a hangulata, egész más érzést vált ki. Hát ez a fizikai átkeretezés, én meg a tényleges átkeretezésként azt javaslom, hogy ugyanígy próbáld megváltoztatni a nézőpontodat egy eseménnyel kapcsolatban. Mondok egy példát, ha elveszted a munkahelyedet, akkor igen, kétségbe esel, sírsz, dühöngsz, túljutsz ezen a kezdeti szakaszon, és akkor válts nézőpontot. Mondd azt, hogy hát végül is, most van egy csomó idő. Most végre azt csinálom, amit én szeretnék. Most végre kipróbálhatom magam új területeken. Próbáld ki, hogy ezek az új nézőpontok milyen érzéseket váltanak ki. Legyen minél több nézőpontod, váltogass őket. Egész más érzelmi állapotot eredményez egy-egy nézőpontváltás, és egész más testi állapotot eredményez. Én nagyon durva példájuk most eszembe, ugyanaz a kopogtatás az ajtón egész más érzéseket és testi élményeket vált ki benned, ha a szerelmedet várod, akit már régen látta. Vagy egész más érzést vált ki, ha 56 után vagyunk, és egy fekete autót látsz az ajtó előtt. Ugye? Ugyanaz a kopogtatás. És egész másképp végig a fejeden, egész más érzés, és egész másképp viselkednek a belső szerveid. Keretezd át a dolgokat. Nézd más milyen nézőpontból. Ez nem fontos, meg úgyis elmondom, tehát vannak dolgok, amiket érdemes lecserélni. Nincs rá szükségünk. Ilyen lecserélni való például a probléma. Van egy probléma, cseréld le ezt a szót, nézd más nézőpontból. Mondd azt, hogy feladat. Feladat, amihez megvannak a lehetőségek, az eszközeink, hogy megvolt. A probléma azért az keményebb diódon biztos, hogy sem kerül. Cseréld le azt, hogy kudarc. Ez nem jó. Az rossz érzéseket szül. Mondd azt helyette, hogy visszajelzés. Tanulási lehetőség.
egész más érzik. Cseréld le azt, hogy kell. Erre haragszom a legjobban. Sőt, kellett volna ezt nyilvált fogozni. Cseréld le. Mondd azt helyette, hogy szeretnél. Szükségem van. Szükségem van rá. 60. Igen. Vagy akarom, vagy fontos nekem, érdemel nekem. Jobban hangzik. Nincs mögötte az a feszítő, kényszerítő erejű dolog. Szóljatok, hogy léptessem a szépséges képeket, hogy tudjatok elkezdeni. Jó. Tehát érdemes átkeretezni a dolgokat, és akkor a nehezebb dióhoz érkezünk lassan, a keményebb dolgok átkeretezéséhez, a nehezebb dolgok átkeretezéséhez. De ezzel kapcsolatban van egy történetem. Ez megint olyan, hogy a fél csapatnál hallotta, a másik felének viszont új lesz, remélem. Ismeritek az öreg kínai bácsi történetét? Nem. Jó. Az öreg kínai bácsi története az úgy hangzik, hogy ennek a szegény öreg kínai bácsinak eltűnik a lova. Az egyetlen lova. Ellopták, vagy elvesztett, nem tudjuk. Ebben a faluban, ahol ő él, az a szokás, hogy a szomszédok összejárnak, összegyűlnek, közösen sajnálkozni, örülni, együtt érezni. Jönnek a szomszédok, ó, micsoda szerencsétlenség, oda van az egyetlen lovad, így is te voltál a legszegényebb, most mivel fogsz szántani vetni, mekkora bal szerencse? Mire az egyet kéne, hogy bácsánik van? Talán igen, talán nem. Aztán másnap visszajön az elveszett ló, és hoz magával egy csapat vadlovat. Jönnek a szomszédok. Fantasztikus, mekkora öröm, hát te lettél a falu leggazdagabb embere. Mennyi lovad van, mekkora szerencse. Mire az öreg kínai? Talán. Igen, talán. A fia, az egyetlen fia elhatározza, hogy meglovagolja, betörje a vadlovakat, felül az egyiknek a hátára. De a ló ledobja, eltöri a lábát. Jönnek a szomszédok. Mekkora bal szerencse, az egyetlen fiad, aki neked segíteni tud. Hát most mi lesz így veled, ki fog neked segíteni? Mekkora bal szerencse? És az öreg kínai azt feleli, talán igen, talán nem. És az a történet vége, hogy kitör a háború. És a faluban minden hadrafogható fiatal fiút elvisznek katonának. Csak az öreg kínai fiát nem. Ez a történet vége. És akkor beszéljünk meg a helyzetekről. Hogyan lehet átkeretezni, hogyan lehet másképp gondolni őket. Ha visszatérünk még rá. Aha. Legyen ez mondjuk. A jövőnek sok neve van. Elérhetetlen, ismeretlen, vagy lehetőség. A jövő az maga a változás és bizonytalanság. A változás a hadilában állunk, nem szeretjük. Szeretjük a megszokott dolgainkat, a megszokott otthonunkat, a megszokott tárgyainkat, a megszokott embereket magunk körül, a megszokott gondolatainkat és a megszokott érzéseinket. A változásra hadilában állunk, pedig az életben egy állandó van. Mi az az egy állandó? A változás. Ha a változás nem lenne, gondolj bele, hogy mindig ugyanaz lenne minden körülötted, ugyanazok mennének körül. Mit változnál, mit fejlődnél, mi motiválna, hogy haladj előre és növekedj, ami miatt leszülettél ide a földre. Muszáj, hogy legyen változás, és most jön az az első kulcsmondat, amit én kaptam a vezetőimtől. A változás érted van, neked van rá szükséged, te fejlődsz előle. Ez egy átkeretezés, egész más így. Tovább viszem a gondolatmenetet. Mi a stressz? Hogy is tanultuk? Stressz minden, ami változás. És alkalmazkodást igényel az ember szervezettől. Ilyen értelemben a stressz is szükséges, és előre visz, vagy előre vihet téged. Ugye ez egy új nézőpont, mert azt tanultuk, hogy a stressz az betegséget okoz, meg ártalmas, meg el kell kerülni, meg minden. Én meg azt mondom, hogy nem. Egy jó lehetőség, hogy előre menj, hogy fejlődj, hogy haladj. És még tovább viszem, a stressz által egy csomó negatív érzés keletkezik az emberben. Mert nem szeretjük, bosszankodunk, elkezdünk szorongani, félni, dühösek leszünk. Hát ha olyan a stressz, akkor veszteség, gyászolunk, fájdalmunk van, bánatunk van. De az előbbi gondolatmenetből az következik, hogy ezek a negatív érzésekre is szükségünk van. Hogy ezek visznek minket előre. Ez már végképp nem tetszik, ugye? Nagyon rossz átkeretezés. Kinek már szüksége negatív érzésekre?
Pedig, igen, mert hogy arról szól az előadás, hogy hogyan legyünk boldogok. Tudjátok, hova vezet? Az állandóan magas boldogság szint. Én nem erre gondoltam, de ez a rossz. Infarktushoz azt mondtam, nem? Depresszióhoz. Tehát a depresszióhoz vezető egyenes út, ez az állandóan magas boldogság szint. Az is lehet a vége, jó. Tehát a negatív érzésekkel dolgunk van és fontosak. Egy dolgot felejtettem ki menet közben rájöttem, hogy ugye ott tartottuk, hogy pozitív gondolkodás, meg élj a mában, meg vegyél hálás azért, ami neked van, meg keretezd át. Vannak olyan állapotok, olyan tudatállapotok, az agyadnak olyan állapotai, amikor különösen fogékony rá, hogy ezeket a jó gondolatokat, pozitív gondolatokat befogadja. Tehát először gyűjtsél össze ilyen pozitív gondolatokat, mint amit itt a képen látsz, ez Louisa Hay interneten megtalálod, hogy a könyveit tudod olvasni, csodálatos megerősítései vannak, csodálatos pozitív gondolatai vannak, ragaszt tele vele a lakást, de legalábbis olyan helyekre tett ki, ahogy gyakran leesik a tekinteted, és amikor eljönnek ezek a fogékony pillanatok az agyadnak, akkor figyelj rá, mert egyébként nem biztos, hogy eszedbe jut. Tehát ezek a mondatok, nézd meg ilyenek, hogy biztonságban vagyok, szeretem magam, ugye tudjuk napról napra, minden szempontból egyre jobban érzem magam. Ezekre a mondatokra ráesik az agyad sokszor, akkor automatikussá válik. Az agyad minden nagyon gyakran ismételt gondolatot szó szerint végrehajtandó utasításnak vesz. Vigyázz a szójárásoddal, vigyázz, hogy miket gondolhatsz. Szó szerint fogja végrehajtani egy idő után. Tehát az ilyen mondatokkal nagyon vigyázz, hogy a sírba viszel, megőrülök tőled, meg miket szoktunk még mondogatni? Kell törölni, ki kell cserélni pozitívra. Mik ezek a fogékony állapotok? Hát reggel ébredés után. Ez a pár perc, tudod, amikor nagyon kómás vagy, és még nem tudod azt, hogy hogy hívnak. Na, az egy nagyon jó állapot, egy ilyen programozástól. Este alvás előtt, mikor már majd. Meg úgy látom az én előadásom közben itt vannak egy pár, hogy csúsznak lefelé, ez is egy jó állapot, úgyhogy gyorsan pillancsol a képernyőre. Valamint azok az állapotok, amikor nagyon erős érzelmeket érsz át. Tehát amikor például nagyon megijedsz valamitől, akkor jó egy ilyen pozitív mondatot ismételgetni. Amikor össze vagy zavarodva, bizonytalan vagy, nem érted a helyzetet, az is egy nagyon alkalmas állapot a problémázásra. És amikor nagyon dühös vagy, az is. Úgyhogy ezek mind királyi utak, ezek mind nagyon jó utak. Hogy az agyadba beépíts, automatizál pozitív mondatokat, amiket az agy szépen végrehajt majd. Aztán, hát ezek a diák már a nehézségekről fognak szólni, a kövekről, az akadályokról, a kudarcokról, mert ott tartunk, hogy átkeretezés, hogyan lehet másképp, hogyan lehet a változásokból hasznot húzni. Igen. És ott tartottunk, hogy stressz. Vannak olyan stressz helyzetek, amik sokáig fennállnak, és azért tartalmasak. És vannak olyanok, amik már több attól, hogy stressz, azt már úgy hívjuk, hogy krízis, vagy úgy hívjuk, hogy nehéz élethelyzet, életcsapda. Ismerősek, biztosan ti is átéltetek, hogy elveszted a munkahelyedet, elveszted azt, hogy szeretsz. Tehát vannak ilyen borzasztó dolgok az életben, és ezek azok a krízisek, ahol az út két felé ágazik. De van beleszólásod, hogy melyik irányba indulsz el. Maga a szó a görögből jön, az orvosok tudják, hogy azt jelenti, hogy az az a pont, forduló pont, ahol a beteg vagy meggyógyul, vagy meghal. Vagy. A kínaiban ez a szó, hogy krízis úgy van, hogy vej csi. A vej azt jelenti vigyázat, veszély. A csi azt jelenti alkalom a bátor. Vagy azt jelenti, más szavakban, hogy az élet isteni lényeg. Indiában pránának nevezik ismerős prána, nadi. Csi, vagy ki, rej, ki, japánban. Energia. Tehát a krízis, vigyázz, veszély, vagy pedig az élet isteni lényegét tapasztalod meg, az energiát. Van benne lehetőség, hogy hogy fogod fel, hogy merre indulsz el, melyik úton ez a gondolataidon múlik, a nézőpontodon múlik. Tehát érdemes átkeretezni. Nem
nem beszéltem még a negatív érzésekről, amiktől szívesen szabadulnánk, pedig tudjuk, hogy előre vizsgálni nem szeretnénk, hogy így módon menjünk előre. Tehát a bánat, a gyász, a harag, a félelem, ezekről az érzésekről kellene még egy kicsit szólnunk. Három kulcsfogalom van, amit jó, ha megegyeztek ezzel kapcsolatban. Az egyik az elfogadás, a másik az átélés, és a harmadik az elengedés. Mire gondolok? Arra gondolok, ha jön egy ilyen érzés, profi módon tudjuk elterelni a figyelmünket rögtön, másba fogunk gyorsan, valami komoly fizikai vagy szellemi erőfeszítésbe, rágyújtunk, feles gyógyszert, tudjátok, megvannak a saját eszközeink. Vagy, és ez az én szakmám is hibás, idézőjelben nem hibás, mert szükséget elégít ki. Tehát módszereket, technikákat tanulunk, hogy hogyan tudjuk feldolgozni, átdolgozni, harcolni vele, legyőzni, megszabadulni tőle. Alakítsd át hasznos energiákkal, ilyeneket szoktunk mondani. Fels, írj, elvezess naplót, fussál, dolgozz ki magadból. És én azt mondom, hogy nem. Én azt mondom, hogy ha jön ez a negatív érzés, akkor engedd, hogy legyen. Mert szükséged van rá. Kell neked. Nagyon hitetlenkedve néztek rá. Nem úgy, ahogy szoktuk. Tehát nem arra gondolok, hogy merülj bele, indítsd be ezt a gondolati spirált, tudjátok, hogy akkor miért mondta, és hogy lehetett ilyet, és miért, és majd nekem azt kellett volna mondanom, hogy. Nem erre gondolok. Arra gondolok, hogy kapcsolj ki ezeket a gondolatokat, és csak éld át. Mint ahogy a kiállításon nézed a festményeket, úgy nézd meg ezt az érzést, ami ott van neked. Aha, látom, itt van. Fú, jó nagy, jó erős. És ha megnézted, engedd, hogy menjen tovább. Elengedés, engedd el. Ahogy jött, úgy megy el, ha nem ragadsz be, ha nem indítod be ezt a gondolati spirált, el fog múlni. Egész gyorsan el fog múlni. Nem, könnyű, tudom. Ez a művészet. Az én meditációmban, amit meséltem nektek az elején, és jöttek ezek a nagyon erős érzések. Én azt tapasztaltam, és nem csak ebben az összes meditációmban, hogy a segítségükkel soha nem tudtam volna eljutni a belső forrásomhoz, ahhoz a belső békéhez, amit megtapasztaltam. A Brandon Bass könyveit megnézitek, vagy az interneten rákerestek. Ő azt mondja, hogy minden ember úgy születik, hogy a lelke egy gyémánt. Gyémántnak nevezte ezt a belső forrást, ezt a belső békét. Ez mindenkiben ott van. Mindenkiben. Nézzetek egy újszülöttre, vagy nézzetek egy kicsi babára. Mondjuk olyan 2 éves korig mindenki tudja, hogy hogy kell boldognak lenni, hogy kell harmóniában lenni önmagammal. Utána már rásegítünk a neveltetésre. Tudjátok, szégyen, meg bűntudat, meg kétel, meg kudarc, meg harag, meg nem tudom micsoda, az úgy ráborul, befedi ezt a gyémántot, és egy idő után azt is elfelejtjük, hogy van nekünk. Pedig van, ott van, hozzá lehet félni, ásni kell, tudjátok, belső kincses ládához ásni kell, de az ásás ezeken visz keresztül, ezeken a rárakódott negatív érzésekkel. Tehát ha meg akarod találni a belső békédet, akkor ezen visz az út. Ezért kellnek nekünk a negatív érzések. Állatira hasznosak. Egyrészt visszajelző mechanizmusok, olyanok, mint a vészjelző az autódon. Fontos jelzés. Azt jelzik, hogy változtass, hogy nem jó, ahogy csinálod. Azt jelzik, hogy nem a te utadon jársz. Valamit változtatni kell. Tehát így hasznosak, meg úgy is hasznosak, hogy a forrásodhoz jelölik az utat, hogy merre kell menned. Merülj bele, de ne ragadj bele, fogadd el ezt az érzést, és engedd el, hogy menjen tovább. És egyenesen oda fogsz jutni, ahova kell, a forráshoz. A meditációmból azokat tanultam még, meg azokat a dolgokat, hogyha egy ilyen állapotot szeretnél elérni, ha meditálsz, Simon Tonos vagy, belső vezetőddel beszélsz, akkor ne próbáld irányítani. Ne próbáld az eszeddel megoldani. Hagyd, hogy jöjjön, ami jön. Fogadd el, hogy neked az a jó, ami jön. És ne te irányítsd a meditációt, hanem engedd, hogy a meditáció irányítson téged. Fantasztikus élményekből lesz részed. Ha a negatív érzés jön, ha sírni kell, sírj. Hadd, hogy legyen ez a negatív érzés. Az vezet a boldogsághoz, egyenesen. De sok van még mindig. Annyit összegyűjtöttem nektek, hogy rengeteg. Ez is egy átkeretezés. A megoldhatatlan feladatok valójában nagyszerű lehetőségek. Kérdés, hogy milyen nézőponton átnézed a dolgokat. Vissza fogok még lépni, hogy meg tudjátok mindet nézni, de akkor elindulunk befelé. Ezen a belső úton, mert ugye boldogságot akarjuk keresni. A változásról lesz tudom, a saját belső változásomról. Ha, Ben Milman az egyik kedvencem,
ő írta a Békés harcos útját, mert még nagyon sok békés harcos könyvet, amik a saját történetét írják le. Ő azt mondja, hogy ott bent belül mindent megtalálsz, amire szükséged van. Én is ezt mondom, a kincses ládában minden benne van. Például benne van az erő. Ez az erő ott van benne. Hogy legyőzd a nehézségeket, hogy megvalósítsd önmagad, hogy növekedj, fejlődj és előre haladj. Nem ezt keresem nektek. Nem visz, ezt. Ez a legszebb. Szepes Mária azt mondja, hogy a boldogság az három dolog. Legyél önmagad, járj a te utadon, ezek. Keresd meg hozzá segítőket, ez kettő. És teremtsd meg a belső harmóniádat, ez a harmónia. Ugye erre mondjuk, hogy ezt nem lehet megvalósítani. Ez utópia. Én azt mondom, a belső kincses ládában minden megvan hozzá. Ásd elő, és nézd meg, használd fel. Ha elindulsz a te utadon, akkor nem kell keresni a segítőket. Mert jönnek. Jönnek a segítők. Soha nem véletlen. Kivel találkozol? Hogy milyen könyv kerül a kezedbe? Hogy mit látsz az interneten? Hogy milyen előadásra keveredsz el? Ezek mind hozzájárulnak, vezetnek és segítenek. Jönnek a problémák is, és a próbatételek is. Hogy valóban komolyan gondoltad el te utadat. De jön hozzá az erő is, hogy ezeket meg tud oldani. Hát akkor mutatok még ilyen szépeket nektek. Elengedés. Ami jön, fogadjátok, ami megy, engedjétek. Klasszikus. És a másik az elengedésről a kedvencem. És ez az egész boldogság paradoxon lényege. Uralod, ha elengeded, eléred, ha nem kergeted. Tiéd, ha már nem akarod, megtalál. És a következőt szeretném felolvasni, mert hogy ezt nem én mondtam, és olyan gyönyörű szó szerint szeretném visszaadni, azt mondtam, lesz egy meglepetés. És azt mondtam, hogy a harmadik kulcsmondat, amit hallottam, az úgy hangzott, hogy a kulcs a szeretet. Hát nekem a belső vezetőm, a férfi, megmondom nektek őszintén, hogy Jézus. Ez van, nem akarok senkit megbántani, nagyon jóban vagyunk, jókat beszélgetünk. Amit ő mondott, azt szeretném nektek átadni. A átkeretezés még mindig. A legfontosabb átkeretezés az összes közül, az így hangzik. Tudod-e önmagadat az Isten szemén keresztül nézni? Tudod-e úgy nézni önmagadat, ahogy ő lát? Amilyennek ő teremtett, a tükörben nézlás. Miért? Erre az a válasz, hogy nem, de miért nem? Azt mondta, mondd el nekik, hogy milyen csodálatos lények mind. Én olyannak látom őket, amilyennek teremtettem. Nagyszerű emberek. Kincseknek. Értékeseknek. Nem azért, mert Marikának olyan jó szíve van, Pistának olyan jó humora is, Imre annyit tesz a közösségért. Nem kell, hogy tegyen semmit. Ezt értsd meg, önmagáért, a létezésért olyan értékes. Úgy nézzenek önmagukra, amikor tükörbe néznek, mint ahogy egy kisbaba szemébe szoktak nézni. Azzal a lágy szeretettel. Kisbaba sem a jó tulajdonságaiért, vagy a tetteiért olyan értékes, hiszen azok még nincsenek is. A létezése az önön értéke. Tudunk így nézni magunkat? Mondd el azt is nekik, hogy nagyon jó humorom van. Mármint ezt Jézus mondja. Ne féljenek tőlem. És mondd el azt is, hogyha fele annyira szeretnék önmagukat, mint ahogy én szeretem őket. Akkor már itt a Földön megvalósulna a mennyország. Még egy történet, és akkor hamarosan befejezem. Változás és út befelé, ugye ott tartottunk. Ez is a Dan Millman tollából való, a Békés harcos útja című könyvéből. Amerika, építkezés, ebédszünet. Ebédelnek a munkások. Az egyikük szem, nyűgös, morog zsörtölődik. Úgy utálom a magyaró vagy a szemét. Mindig ez kell lennem. Következő ebédszünetben másnap ugyanez. Kibontja, zsörtölődik, utálom, nem igaz, hogy megint ez van vétel. Minden nap így. Egy idő után besokalnak a kollégák, és azt mondja az egyikük, az Isten áldjon meg szem. Ha ennyire utálod a magyaró vagy a szemét, miért nem szólsz az asszonynak, hogy más miért csinál? Mire száll? Milyen asszonynak? Én készítem a szemítőt. Saját magunknak készítjük a szemítőt.
Amit én összeszedtem abból a hosszabb meditációmból, amit elmeséltem nektek, tanulság, vagy feltétel, vagy nem is tudom, következtetés, a boldogsághoz, az nagyjából úgy hangzik, kapcsolod ki a számítógépet, mobiltelefon, gépet, lassíts le, legyél jelen a pillanatban, a mában, vedd észre, amit neked van, és legyél érte hálás, kezdjél el élni. Tehát végezz örömteli tevékenységeket, amit neked nagyon jó, és tegyél másokért. És ami nekem a legfontosabb volt a végén, az az, hogy és amit tudod, hogy el kell engedned, vagy akit tudod, hogy el kell engedned, azt engedd. Azt engedd el. És még egy történet a végére. A tanítvány megkérdezi a mesterét. Mester, sokat kell még várni, hogy a dolgok jobbra forduljanak? És erre a mester. Hát ha várunk, akkor még sokat. Akkor még sokat. És azért nem úszátok meg, hoztam nektek egy verset, ezzel szeretném befejezni. Szepes Mária, róla már volt ma szó. Igen, ő az, aki a boldogság összetevőit itt szépen összeszedte nekünk. És a kedvenc képemet azért megmutatom a végére. Tehát a vers Szepes Máriától így hangzik. Kértem Istent, az a címe. Kértem Isten, vegye el a gőgömet. És Isten azt felelte, nem. Azt mondta, nem az az ő dolga, hogy elvegye, az én dolgom, hogy letegyem. Kértem Istent, tegye egészségessé bén a gyermekemet. És Isten azt felelte, nem. Azt mondta, a lelke egészséges, a többi ideiglenes. Kértem Istent, adjon nekem türelmet. És Isten azt felelte, nem. Azt mondta, a türelem a szenvedés mellékterméke. Nem adható, csak kiérdemelhető. Kértem Istent, adjon nekem boldogságot. És Isten azt felelte, nem. Azt mondta, ő áldást adhat. A boldogság rajta már. Kértem Istent, vegye el tőlem a fájdalmat. És Isten azt felelte, nem. Azt mondta, a szenvedés eltávolít a földi dolgoktól, és közelebb hoz hozzám. Kértem Isten, növelje nagyra a lelkemet. És Isten azt felelte, nem. Azt mondta, növekednem egyedül kell. Ő majd megnyes néha, hogy gyümölcsözőbb legyek. Kértem Istent, segítsen, hogy szeressem az embereket, ahogyan ő szeret engem. És Isten azt mondta, na végre egy jó gondolat. Köszönöm a figyelmet. És tehát odaadom. Jó? Valaki szeretné hazamenni. Vegyetek el belőle egy példát. Lehet, hogy kevés lesz. Nem gondoltam, hogy ilyen sokkal leszünk. Esetleg valaki kérdezni szeretne, annál tűzni hozzá valamit. Hát akkor nagyon szépen köszönjük ezeket az értékes szavakat és gondolatokat. Még egyszer, ha tényleg valakinek van valami kérése, kérdése, mondja el nyugodtan, válaszolsztál. Ha nincs, akkor még egyszer köszönöm szépen.